Szeretettel köszöntöm Önöket a mai Színyei Szalon programunkon. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Oldor Lajos közgazdász, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökét, és a vele beszélgető külső munkatársunkat, Sárka Szilárd publicistát. Annyival egészíteném ki, hogy szerkesztő is, és a napnapot.sk újságírója, ez egy friss projekt, fél éve tart. Biztatok arra, hogy keresse fel az oldalt, nézze meg, és hogyha tetszik neki, akkor fizesse elő erre a termékre. A vendégbemutatására pedig majd kitérek elnézést, hogy magamban kezdtem, de még néhány szervezési dolgot előjáróban elmondanék. Van itt az asztalon egy becsület kassza, hogyha valaki szeretné támogatni a könyvtárás kényeit, beszélgető estjeit, vagy projektjeit, akkor megteheti. Illetve van egy krónika, amiben lehet majd jegyzetelni, és még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy a könyvet a helyszínen meg lehet vásárolni, azt a könyvet, amelynek a szerzője mellette ül, és amelyről ma este majd sokat beszélgetünk. És gondolom, hogy kritikálja is a szerző, hogyha erre lesz igény. És igen, ennyi volt a szervezési dolog az elején. És akkor kezdjük el. Kicsit röstelve vallom be, hogy ez az első alkalom, hogy az új könyvtár épületében járok. Körülbelül másfél hónapja került átadásra ez az új impozáns épület, és szerintem nagyszerű dolog, hogy a könyv szeretők egy ilyen helyet vehetnek birtokukba. Azt hiszem, hogy ez minden szempontból remek. Körülbelül egyidős a könyv ez az épülettel, amiről beszélgetni fogunk. És én 4 éve jártam először vendégünknél Oldor Lajosnál, aki még egy ennél is nagyobb épületben ül a Szlovák Nemzeti Bankban. És én azt gondolom, hogy az itt jelenlévők még jobban és közelebbről ismerik őt, mert ő tulajdonképpen hazatért, Komáromban született. Én nem Komáromban születtem, de majdnem akkor költöztem Komáromba, amikor Oldor Lajos elköltözött Komáromból, tehát ilyen értelemben majdnem egy ilyen szimmetriát képezünk mi ketten. És a nyilvánosan elérhető életrajzi adatokból, amiből nincs sok, de valamennyi van, azt is kiterítettem, hogy mi egyidősek vagyunk. Egy évben születünk, sőt egy hónapban születünk. És még vannak más párhuzamok. Testvérek vagyunk. Készülünk egy meglepetéssel a beszélgetés végén. Nem ez, de ez engem is meglepett. De azért nem vagyok le teljesen, próbálkozom ezen túltenni magam. Büszke lennék, igen, hogyha ez így lenne, de egy ilyen fogadott testvérnek, akkor elfogadom Oldor Lajost. Tehát, hogy Komáromhoz nagyon erősen kötődik. A komáromi járás alapiskolájában tanult, majd a sajátos gimnáziumban, és innét került Pozsonyi Comenius Egyetemre a matematika menedzsment szakon végzett. Amit tudtam, akkor az egy ilyen új szakpárosítás volt, amelyen a matematika-fizika karon próbálkoztak, és amennyire tudom, az ott végzettek aztán elég könnyen el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon. Például onnél tudom, hogy van egy testvérem, aki 3 éve fiatal tőlünk, és ő is ezen a szakon végzett, ő is a szakmában dolgozik. Tehát ennyi a rövid bevezető, és Oldor Lajos egyébként talán kevéssé látható a közéletben, de számtalan olyan intézethez köthető, és olyan gazdasági reformhoz Szlovákiában, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Szlovákia ma milyen kondícióban van, illetve hát nem minden felelősség természetesen az övé, de nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy rendezett és kiszámítható gazdasági környezet legyen. Itt egy-két ilyen intézetet megemlítek, mint a Szlovák Pénzügypolitikai Intézet, amelynek igazgatója volt, hogy a
Költségvetési Felelősség Tanácsának tagja. Ezeket azért puskáztam, mert inkább szlovákul vannak forgalomban ezek az intézetek. Másutt is megjelent, sok mindent nem sorolok fel, mert akkor nagyon hosszúra nyúlna ez a bevezető. És amiért tulajdonképpen ma meghívtuk a könyvtárba, az apropó, az egy könyv, ez a Riklokus Geniality című könyv, amelyet talán legegyszerűbben úgy lehetne leírni, hogy egy tudomány népszerűsítő könyv, és egy egészen friss könyv, az N Press adta ki, az a kiadó, egyébként ez véletlen, amelynek én is dolgozom most, és bevezetőben azt kérdezném Móda Lajostól, hogy mennyire tekinthető általánosnak vagy természetesnek ez az életút vagy életpálya, hogy valaki elindul komáromi járás kisiskoláiból és a Szlovák Nemzeti Bank alelnökeként tér vissza Komáromba. Tehát, hogy ez mit mond a egyrészt a mondjuk a szlovák oktatási ügyről, hogy magyar iskolából ilyen helyekre el lehet jutni, nyilván ez kell személyes ambíció is, meg rengeteg munka, meg kitartás, de hogy ezek a csatornák és hozzáférések mennyire voltak természetesek mondjuk 90-es években, és mennyire természetesek talán ma. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Mit mondjuk többen tudják is a választ, azt hiszem az itteniek közül, de hát nem volt ebben semmi olyan túl érdekes, inkább azt lehet mondani, hogy a szerencse is közrejátszott. Ne is, jó. Igen, de szerintem most már jobb. Igen, be kell kapcsolni a mikrofont is. Az ember csinál ilyen tudományos, meg ismeretterjesztő könyvet, de nem tudja bekapcsolni a mikrofont, úgyhogy ez már sokat elmond a könyv színvonaláról, nem? Arról akartam beszélni, hogy hogyan is lehet eljutni Pozsonyba, Nagykesziről. Ugye hát persze ki kell menni az Ekeri állomásra, és az ember föl a vonatra, akkor el lehet menni. De a szerencse az éppen az volt, amit már Szilárd is említett, hogy éppen akkor kezdődött ez a matematika menedzsment szak, és a Kalácska József tanár úr megállított a folyosón, hogy hova mész, Lajos? Hát mondom, megyek a postára, és viszem, feladom, hogy melyik iskolára jelentkezik, és akkor azt mondja, hogy most kezdődött ez a új kar, hogy írd be azt harmadiknak. És akkor beírtam harmadiknak, és valahogy ott kötöttem ki a végén, és ebben az volt a jó, hogy a közgazdaság és pénzügyi részét azt angolul tanultuk külföldi tanároktól, és hát ez nagyon sokat jelentett aztán a munkaerőpiacon is, és nagyon könnyen lehetett mozogni, mert hát lényegében ugyanazt a anyagot tanultuk, mint nyugaton, külföldön, Amerikában a diákok. És hát aztán kell hozzá persze sok munka is, meg hát szerencse az, hogy az ember jókor legyen a jó helyen. Hát amit én hozzá tudtam adni, az volt, hogy soha nem szerettem politizálni, és mindig csak így a szakmai oldalát néztem a dolgoknak, és valamikor ez hátrány, valamikor az előny, és ha az ember jókor van a jó helyen, akkor ezt ki lehet valamennyire használni, és akkor így sikerült valahogy följutni a Nemzeti Bank 9. emeletére. De még van a 10. emelet, és aztán még van 20 emelet, de a legfőső a 10. emelet, igen. A diplomaszerzés után a kereskedelmi banknál kezdett dolgozni, és a versenyszférában. Mi vitte afelé, hogy az államnak kezdje dolgozni? Nem mindenki számára jelent ez kihívást, vagy szeretne mondjuk akár politikusokkal együtt dolgozni, vagy egyszerűen elfárad benne, hogyha ezek a szakmai érvek, szempontok nem érvényesülnek. Önt mi motiválta, hogy mégis az államnak is dolgozom?
Hát az egy egész más korszak volt a gazdasági életben, mint a mostani. Akkor lényegében, amikor például a CSOB banknál dolgoztam, vagy a hitelminősítő intézetnél, akkor annyira meglepő volt, hogy valami alapigazságot mondott az ember, és az minden újságban benne volt, mert a többiek még az alapigazságot se tudták, tehát ez ilyen félszemű a vakok között. És aztán mindig kerestek, állandóan kerestek, hogy hát miért nem megyek a pénzügyminisztériumba, meg ide, meg oda. És senki nem akart oda menni, mert hát az maga a helyzet is nagyon rossz, meg a fizetése volt valami túlságosan magas. És aztán jött a Világbank, aki meg akarta reformálni magát a pénzügyminisztériumot is. És akkor mondtam, hogy hát én akkor ebbe szerepet vállalok, és nem úgy, mint hogy külsőleg majd magyarázom, hogy mit kell csinálni, hanem tényleg oda menni, és akkor az elemzők felét elbocsátani, fiatalokat odahozni, egy új intézményt létrehozni lényegében. Tehát volt benne ez a világbankos mozgás is, már nem maga a Világbank, hanem az, hogy valaki elhatározta, hogy megpróbálja megreformálni a pénzügyi minisztériumot, és az mindig egy jobb munka, mint hogyha csak maga megy az ember, és akkor a szélmalmok ellen harcol. Ilyen szempontból az egy izgalmas időszak volt, csomó mindent meg kellett reformálni, be kellett állítani, bizonyos folyamatokat, majd aztán jött az euró bevezetése is, és ehhez az időszakhoz képest ez a mai milyen kihívásokat tartogat? Tehát mit csinál ma egy szlovák nemzeti banka elnöke? Ez egy ilyen nyugodtabb időszaknak tekinthető? Hát azt lehet mondani, hogy most már igen. Tehát az elején úgy nézett ki, hogy talán lehet itt is egy-két újabb reformot bevezetni, és akkor eléggé aktívan próbáltam benne szerepet venni, meg hát aztán volt a Covid-válság is, ott is azért az elején próbáltam, de aztán rájöttem, hogy lényegében ennek semmilyen eredménye nem lesz, pont éppen a politikai helyzet miatt, és hát aztán én nem szeretek csak úgy semmibe dolgozni, tehát aztán inkább könyvet írtam. Akkor ez egy melléktermék annak, hogy most a Nemzeti Bank, illetve ez a szakma egy ilyen nyugodtabb felnyúlását éli, és akkor ilyen vaskos könyveket lehet mellette írni? Nem pontosan. Hát úgy, hogy én a saját munkám mellett még azért szeretek két-három másik dolgot is csinálni. És általában, hogyha van rá lehetőség, akkor jó például ilyen reformtervezeteket csinálni, és azokkal előjönni. De hogyha nincs ilyen, mert nincs rá kereslet, akkor aztán vagy valahol tanítok, vagy könyvet írok, vagy ez az amaz. És hát inkább így kell, hát nem úgy van, hogy a Nemzeti Bankban nincsen semmiféle dolog, tehát majd lehet, hogy arról is beszélünk majd egy kicsit, hanem ez arról szól, hogy én tényleg nem tudok csak úgy otthon ülni, és akkor semmit nem csinálni. És ez a könyv, ez így jó ötletnek tűnt, de ennek azért volt más motivációja is. Vigyük akkor a fókuszt jobban a könyvre. Hogyan és miért született meg ez a könyv? Hát ezt lényegében a korona tervezte ezt a könyvet, mert hát otthon voltam, és hallottam, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolába. És akkor el voltam szörnyedve, hogy Jézus Mária, hogy ezt tanulják a gyerekek az iskolába, és ennyit kell nekik magolni, és akkor mindig így belekérdeztem, hogy ezt tudod, hogy miért tanulod? Ha azért, mert a keretben van, és ami keretben van, azt meg kell tanulni az írásbelire. Mondom, de hogy ez mivel van kapcsolatban, vagy miről szól az? Hát azt nem tudom, azt nem magyarázták el, de ezt kell megtanulni. Na, mondom, jó, és akkor rákérdeztem egy-két dologra, hogy ilyen praktikusabb dolgokra, hogy például ezekről hallott, ilyen pénzügyi dolgokról, vagy a klímaváltozás, meg még ilyen aktuális témákból is nem nagyon, és akkor azt mondtam, hogy na, én akkor ezt elmagyarázom neked. Hát azt nem magyarázzál nekem te semmit. A lányom nem nagyon szereti, hogyha én magyarázok neki, de ez valahogy így van szerintem mindenhol, hogy a szülő nem magyarázza dolgokat. De tudom, hogy a lányom meg szeret olvasni, és akkor mondom, hogy ha én ezt megírom neked, akkor azt elolvasod? Akkor persze. És akkor elkezdtem így jegyzetelgetni mindenféle témába, amiről azt gondoltam, hogy hasznos lehet a számára.
És akkor azt így mindig elolvasta, és akkor kérdeztem így barátokat, hogy látnak ebbe valamilyen fantáziát, hogyha már egyszer megírom ezeket a jegyzeteket, hogy érdemes-e ebből könyvet csinálni, és akkor azt mondták, hogy érdemes, de akkor még mindig azért nem akartam írni, mert hát vannak benne olyan témák, amelyekben én nem vagyok annyira otthon. És hát most kijövök ilyen témával, és tiszta hülyeség lesz a könyvben, mit mondanak majd rólam, de aztán rájöttem, hogy egyszerű a megoldás, tehát minden témába keresek valakit, aki jó szlovákiai szinten, és odaadtam neki a kéziratot, hogy esetleg a szakmai problémákat javítsa ki, vagy javasoljon egy másik metaforát, vagy bármit. És akkor így készült el nagyjából a könyv, tehát ez a történet. Erre még visszatérünk majd. De hogyha nincs ez a Covid időszak, akkor nem is derült volna az ki, hogy a gyerek elmit tanul az iskolában, vagy hogy ez a fajta együtt tanulás, ez talán azért annyira nem volt jellemző, vagy hogy mi a leckel a suliban, vagy hogy... Ez nagyon jó be van osztva, tehát ami matematikáról szól, az az én feladatom, és ott minden plusz dolgokat kell csinálni, mert hát a gyerekek azok nem matematikusak, sajnálom, de nem. Az összes többire meg nekem azért nincs annyira időm, hogy minden nap felük üljek és tanuljak, és ha néha így kérdeztek tőlem valamit, hanem fogalmam sincs, hogy mi ez, mert tényleg olyan dolgokat tanulnak, ami 80%-ára nem lesz soha az életbe szükségük, és számomra ez nem derült volna így ennyire ki. Tehát valószínűleg sejtette az ember már maga azokból a tesztekből, amit nemzetközi szinten például Szlovákia is csinál az oktatási rendszer, hogy nem jó, de hogy ennyire nem jó, azért azt nem gondoltam volna, és főleg még az 1-4 az egész jó, mert hát aztán utána próbáltunk tesztelni is, hogy mennyire vagyunk elmaradva, de az 5-8 viszont már nagyon rossz. Tehát az ember elképzel, hogy jön oda egy ilyen 2 éves kisgyerek hozzá, hogy nézd, apu, én ezt már tudom, meg felfedezett valamit, és akkor kinyílnak a szemei, és látja valaki, hogy nagyon, nagyon boldog a gyerek. Na most ezt a boldogságot, a felfedezésből, ezt kiirtja az iskola belőlünk, így az 5-8 alatt, akkor már új dolgokat kell tanulni. Pontosan azért, mert kiöljük azt, hogy a miért kérdésre válaszoljon a gyerek. Tehát általában ki, mikorról született, melyik évben volt ez, és a miért az nagyon, nagyon háttérbe szorul. És ez nem tetszett, ezért akartam inkább olyan dolgokról írni, ami a miértről szól, ami gondolatokról szól, és nem tényekről. Hogyha visszagondolok arra, hogy mit tanultunk az iskolában, mi is mondjuk a 80%-át így kitapadtuk az ablakon, hogy fölösleges dolog volt, vagy annyira megváltozott körülöttük a világ, hogy ma az iskola lassabban reagálna azokra az igényekre, amelyekre szükség lenne. Sokat változott a világ is, tehát ezt a rendszert még talán Mária Terézia vezette be valamikor, amikor azt akarta elérni, hogy az embereket az agrárgazdálkodásból bevigye az iparba. És ott általában ugyanazokat a dolgokat kellett csinálni, és akkor ott nem volt arra szükség, hogy valaki nagyon kritikusan gondolkodjon, hogy átlásson több fajta dolgot. És például az ógörögök írtak erről, hogy van a róka, meg a süni. És a süni az olyan, hogy az egy dolgot tud, de azt nagyon jól tudja szúrni. Tehát abban nagyon profi. És ő, ha bármilyen problémát lát, akkor azt hiszi, hogy ezzel a tudással ezt meg tudja oldani. Aztán van a róka, aki azért így cselezget, próbálgat, nézi ezt, azt, amazt is, és a mai világ az annyira komplex, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mi történik majd, az egész világ egy hálóra van kötve, most nem csak az internetről beszélek, hanem maga a gazdaság is bárhonnan, a világ bármely részéről tudnak rendelni akármit, és egy ilyen rendszerben a süni az nagyon el van veszve. És ott inkább a képességekre kéne figyelni, és nem magára a tények tudására. Tehát az nem annyira fontos. És ezen kívül még az iparból is megyünk egy kicsit kifelé, a terciáris gazdálkodás, a szolgáltatások,
és ott jön be majd a technológiai forradalom, az új technológiai forradalom, és ott kicsit másképpen kell gondolkodni, mert pont azt, amit mi is tudunk, hogy elmondjuk, hogy ki, meg hol, azt a Google sokkal jobban tudja, mint mi. Meg azt, hogy 40-szer ugyanazt csinál a egész nap, azt a robot is megcsinálja ugyanúgy. Tehát nem kell szerintem versenyeztetni az embereket se a robotokkal, se az algoritmusokkal, hanem tényleg azokra a képességekre kéne figyelni, ahol az embereknek van egy ilyen, még mindig terát, van egy előnyük a gépekkel szemben. Igen, ez a fajta gondolat többször visszatér a könyvben is, hogy túl bonyolult és komplex a világunk, de a megértésre való törekvés az továbbra is jelen van, és a könyvben is jól kivehető ez. Viszont, hogyha már Mária Teréza szóba került, tehát valamikor még Mária Teréza előtt, mondjuk a felvilágosodás elején lehetett utoljára felíteni egy olyan ember, aki a rendelkezésre álló tudást valamennyire így egy emberben még össze lehet gyűjteni, hogy amit a világról tudtunk, különböző tudományi területek is. Most mégis megjelent egy nagyon vastag könyv, amely hát lehetetlen vállalkozás, de mégis van benne egy ilyen teljességre törekvés, amelyet azért tisztában van a vállalkozás lehetetlenségével, de majd kitérünk a fejezetekre is, tehát nem csak a közgazdaságtanról van szó a könyvben, hogy ez a fajta univerzális tudásra való törekvés, illetve az összefüggések megértése az egyes tudományi területek között, ez ma mennyire lokalizálható mondjuk egy szemében. Hogy itt nem érezte azt a közgazdász a nagyon vékony jégre, vagy amikor ilyen távoli területek, mint a pszichológia, a matematika az test az álló, de mondjuk szociológia, politológia, technológiai forradalom, kozmológia és más területek jelennek meg, de itt azt éreztem, hogy mégis szakmailag pontos, ugye említette, hogy minden fejezetnél volt egy konzulens, de hogy így is egy hatalmas területet fog át, akkor, amikor ilyen szakborbárok korát érjük, mondjuk. Hát igen, ez volt a legnagyobb félelem, hogy azért nem akartam én könyvet ebből kiadni, csak a lányomnak csinálni a jegyzeteket, mert nem tudtam, hogy ez mennyire jó és mennyire érthető azok számára, akik hát a nagy közönség számára lényegében bárki el tudja olvasni, vagy megérti azt, amit például a kozmológiáról írok, vagy akár a demokráciáról, vagy a számítógépekről. És ezért próbáltam aztán ilyen próbafejezeteket adni újságíróknak, például az Emberen is volt egy-két ember, hogy ez mennyire konzisztens, mert például közgazdaságban már tudom, hogy meddig lehet elmenni, hogy az még egyszerű legyen, de már ne érjek el oda, hogy túl egyszerű és teljesen használhatatlan. Tehát tudom, hol van a határ, hogy saját magam meg tudom húzni az előző könyveimben, és meghúztam a határt, hogy igen, eddig még ez világos és érthető, de ennél jobban már nem szabad leegyszerűsíteni. És akkor ez volt az egyik, hát akik megnézték a fejezeteket, azok biztosították. A másik dolog meg az volt, hogy ne legyen úgy, hogy valaki elolvassa a könyvet, és akkor abból látszik, hogy na, ez közgazdász, mert a többiről nem tud írni. Tehát ezért küldtem aztán ilyen újságíróknak, akik azt mondták, hogy hát elég értető, és nem úgy néz ki. Nincs nagyon kirívó fejezet, hogy na, akkor ott abból semmit se tud az író se, de azért próbálja elmagyarázni a gyerekeknek. Hát valamikor azt hiszem a tornatanároknál mondták, vagy kire mondták, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Hát nem akartam én ugyanebbe az utcába bemenni. És a lányára olvasta a könyvet? Arra olvasott? Persze, hát a fejezeteket olvastam, most nem tudom pontosan hol jár, mert aztán már annyi volt a fejezet, hogy azt mondta, hogy elég, hogy ő majd akkor olvassa el, amikor majd kijön könyv formájába. Így mindig meg szokom lesni
reggel, amikor már elment iskolába, akkor bemegyek, és megnézem, mondom, akkor hol tart. Utoljára valamilyen 30-valahányadik fejezetnél volt, de lehet, hogy csak ő tudja, hogy bejárok, és akkor tovább rakja a többi jelzőt. Azt nem tudom, de... Akkor nem beszélgetett el az egyes fejezetekről még vele, hogy kapja valami visszajelzést, vagy megbeszéltek valamit. Voltak fejezetek, amiről el is beszélgettünk, ami őt úgy jobban érdekelte. Ezt most azért is kérdezem, hogy nagyjából érettségi előtt álló életkorú lányról van szó, ugye, hogy ő hogy olvassa ezt a könyvet, mert azért nem annyira könnyű olvasmány. Tehát, hogy igénybe veszi az olvasót, oda kell figyelni, és tényleg nagyon sok mindent mozgat. Miközben ez pedig nem a könyv stílusa miatt van, tehát nagyon jól olvasódik, csak egyszerűen a komoly dolgokról van szó, amelyek igénybe veszik az olvasói figyelmet. Tehát, hogy egy 17-18 éves, hogy olvastam, ezért kérdeztem. Igen, hát azt lehet mondani, hogy így hetente esetleg egy-két fejezetet elolvas, de ez a könyv nem is úgy íródott, hogy na most akkor ezt föl kell lapozni az elején, és akkor egész a végéig a borítóig kell menni egy szuszra, hanem pont az az érdekes benne, hogy ezt nyugodtan el lehet tenni, és bármelyik fejezetet bármikor elolvasni, hogyha nem tudom, hall valamit valamilyen új technológiáról, vagy gépi tanulásról, vagy bármi, akkor előveszi és elolvassa, hogy mi van, vagy demokráciáról, vagy akár épp, mert matematika is van benne, tehát matematikáról is olvashat, hogyha akar. Tehát én úgy mondom, hogy ez egy ilyen bombonos könyv, hogy van, aki ezt az ízet szereti belőle, van, aki a másik ízet, és hát nyugodtan azt teszik belőle, amit akar. Tehát én nagyon megriadtam, amikor először láttam ezt a könyvet kinyomtatva. Úristen, tehát ezt senki nem fogja megvenni, ez 650 oldal. Ki a fene akar ilyen könyvet venni a mai világban, amikor elég 15 másodperc a Facebookon, megnézem, lájkolom, nem lájkolom. 650 oldal, mondom, lehet, hogy akkor a elektronikus verzióba el tudjuk adni, mert ott nincs ott, hogy hány oldal, és akkor becsapjuk az olvasókat, és azt hiszik, hogy ez egy egyszerű könyv. De hát azt lehet mondani, hogyha így jeleznénk előre a gazdasági mutatókat is, mint ahogy én jeleztem előre, hogy mennyi fog ebből a könyvből elfogyni, akkor már munkanélküli volnak. Akkor ezt tegyük az egyet, azt jelenti, hogy nyilván valamilyen alacsony kérdelszámot prognosztizált, és hetek óta az eladási listákban a top 10-ben van, vagy még előkerült helyeken a legnagyobb könyvkereskedőknél. Ez azért elég értetetlen dolog, nem? Igen, ez teljesen értetetlen. Én már arra gondoltam, hogy az a kék árnyalat az olyan szép, hogy hiányzik ott a nappaliba, pont az árnyalat, és akkor berakták, mert az nem lehet, hogy valamikor a Hoffi mondta azt, hogy a hokkedli lába egy kicsit rövidebb, és akkor oda be kell tolni a könyvet, hogy az ne billegjen. De más magyarázat nincs, mert hát a mai világban, amikor tényleg másodpercekre tudnak odafigyelni a gyerekek valamire, akkor ekkora könyvet vásárolni. Hát ezt, de szerintem van erre még egy olyan magyarázat is, hogy akkor a szülők azt mondják, hogy na, akkor én ezt megveszem a gyereknek, és akkor én most már elvégeztem, amit el kellett végezni, olvassa és zseni lesz a gyerekből. Nem olvassa, ő baja, nem lesz. De én megtettem, hogy meg kellett tenni, megvettem a könyvet a gyereknek. Nem tudom, hány ilyen kék nappaliban vagy olyan nappaliban ez a kék kiegészítő. De hogyha a popon hasonlatnál maradjuk, akkor szép a játék, mert sokan megajándékoztak másokat is ezzel. Egyébként, hogy azért vannak benne olyan részek, amelyek még élvezhetőbbé teszik. Ugye minden fejezet elején van egy súti karikatúra, nem kell bemutatni. És van két ilyen idézet, egy komoly, meg egy komolytalan, vagy egy nem komolytalan, hanem humoros. Ugye például a negyedik fejezet, hogy miért gyártanak szinte mindent Kínában, egy ismeretlen szerző idéz meg, hogy az Úr teremtette a világot, a többit pedig Kínában gyártották le, és ilyen idézetekkel és karikatúrákkal indul egy
fejezet, amelynek a végén van egy ilyen pedagógiai célzatú összefoglaló, hogy akkor mit tanultuk meg abban a fejezetben egy fél oldalon, ami pedig mondjuk így a belépésődést is elősegíti, vagy hogy hát összefoglalja a legfontosabb dolgokat. Kicsit a könyv szerkezetéről is beszélünk, hogy úgy még bele sok mindenre utaltunk már, hogy ugye van egy alcíme, ennek a könyvnek a Riklokursz Geniality ez a címe, ami úgy az ön szerénységét ismerve azért ez nem egy olyan szerény cím. Ez ön adta a könyvnek, vagy itt a kiadó, vagy történt a címadás? Hát ez nagyon sokáig tartott, míg eldöntöttük, hogy mi lesz a könyv címe. Mert hát először mi lehet a címe a könyvnek, 42, én azt tudom, 42 legyen a könyv címe, és akkor jöttek azok, akik ismerik a könyvpiacot, hogy 42, tényleg? Olyan gondolod? Hát tiszta hülyeség, hát senki nem érti, hogy miről szól az, hogy 42. Azt tudom, hogy te olvasol ilyen Douglas Adams-et, meg hogy a 42 az mindenre válasz, de senki nem érti rajta, öregeken kívül, mint te vagy, fiatalok ezt már nem értik, te meg ezt a fiataloknak írod. Hát mondom, jó, akkor majd gondolkodok valami más címet, és akkor ilyen jó, ilyen furfangos címeket próbáltam kitalálni, például azt, hogy fake hoax, tehát hoax, de viszont fake, az azt jelenti, hogy akkor az az igazság, te hülye vagy, hát még azt akart, hogy az emberek a könyv címén is gondolkodjanak, hogy az miről szól, hogy nem, és akkor írtam még az valami öt címet, és akkor abból választotta ki a kiadó ezt a gyors talpaló címet, de hát féltem tőle valamennyire, mert nem szerettem volna, hogy a könyv úgy hasson, hogy na akkor ezt mindenképpen meg kell tanulni, vagy ilyen valami akaratosságot mutasson. De aztán megnyugtattak, hogy hát, hogyha a súti rajzolja a címlapot, meg lesznek benne ezek az idézetek, kicsit humoros, akkor ezt senki nem fogja annyira komolyan venni, hogy tényleg, hogyha nem lesz zseni utána, akkor visszakéri a pénzt, úgyhogy azért. De hát akkor azt szoktam mondani, hogy na látod, már zseni vagy, mert már kéred vissza a pénzt, úgyhogy mégiscsak valamit tanultál ebből a könyvből, hogy nem kell minden hülyeséget megvenni. És akkor az alcíme a könyvnek pedig az, hogy 42 kérdés és válasz, amelyek segítenek abban, hogy jobban megértsük a mai világot. Tehát a 42 azért ott maradtak ebben az alcímben, az utalás történt, hogy Douglas Adams-re, kitűnő science fiction íróra, akit elsősorban azért ismert, mert science fiction író, és ugye van ez a trilógiára tervezett 5 részes könyv a Galaxis Utikalus topposoknak, amelyben ez a 42 a válasz arra a kérdésre, hogy a világügynökség értelmére tulajdonképpen, tehát voltam egyszer egy elnézést, hogy a szavába vág, de voltam egyszer egy fizika táborban, és akkor ott voltak ilyen kérdések, és az egyik kérdés az volt, hogy mennyi. Semmi nem volt hozzá, semmi példa, csak annyi volt, hogy mennyi, és arra a válasz a 42 volt, tehát onnan megmaradt a fejemben, hogy ez tényleg nagyon fontos szám. Ez mint, hogy egy kicsit jelezni azt, hogy mennyire lehetetlen vállalkozás az, hogy így a maga teljességével megérteni azt a világot, ami körülöttünk van, de mégis történt egyfajta szelektálás, és arról beszélhetünk, hogy miért pont ezek a területek kerültek be, miért így, és hogy hogyan működött, feltételezem, hogy volt valamilyen rosta vagy cita, amin ezek átmentek, hogy vannak olyan területek, amelyek eredetileg benne lettek volna, de kimaradtak. 9 nagy fejezet vagy blokk van, a 42 kérdés ilyen blokkokban rendeződik el, mint a jelentős trendek a világban. Ez az első, a gazdagság eloszlása, éghajlatváltozás, a népesség előregedése, globalizáció, miért gyártanak mindent Kínában, amire már utaltam, és ezekről a kérdésekről van egy nagy megatrendi, azt hiszem ez a címe, hogy ez miért ez lett az első fejezet, és miért pont ezek ma a nagy trendek a világban, amelyekkel foglalkozni kell. Hát amikor azon gondolkodtam, hogy milyen fejezeteket kéne megírni, akkor arra törekedtem, hogy 3 dologra próbáljak válaszolni. Az első az, hogy
pontosan mik azok a trendek, amelyek nagyon fontosak arra nézve, hogy mi történik most a világban, és mi fog ebben a században történni. Mert ezek olyan dolgok, amiről beszéltünk, ami nagyon lassan változik, tehát így a napi életben nem annyira látjuk, hogy mi változik és mennyire, de a 100 éves vagy 50 éves távlaton nagyon nagy változásokat fognak hozni Európába, Szlovákia, Magyarországra, bárhova ide, és erről nagyon keveset hallanak a gyerekek az iskolában. Tehát azt akartam, hogy azért, hogyha hallanak valamit a hírekben, akkor gondolkodjanak el azon, hogy miért van az, és mi történik a háttérben. Tehát ez volt az első olyan dolog, ami hiányzik az iskolából, és lényegében ez határozza meg, hogy mi történik a nagyvilágban. Nem napi szinten, hanem inkább ilyen évtizedek szintjén. A másik dolog meg az volt, hogy hát, ha már írom ezt a könyvet, akkor jó lenne olyan fejezeteket is belerakni, amelyek arról szólnak, hogy na, így működik a világ. És annak ellenére is, hogy néhány nagyon fura dolog került bele, például relativitás elmélet, kvantumfizika, ősrobbanási, de hát tényleg így működik a világ, és jó ezt, hogyha tudják valami. Jó, ha nem is értik 100%-ra, de legalább így megízlelik azt a bombont, hogy na, lehet, hogy ez nekem egy kicsit keserű, de azért látom, hogy ilyen ízvilág is van. És persze a biológiai dolgok is, nem csak a fizika, hanem a biológia is, és ezek abban a kategóriába tartoznak. De aztán akartam még ilyen praktikusabb fejezeteket is beleírni, ami például arról szól, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működik a gazdaság, és mit lehet várni. De egyéni szinten is például, egyéni szinten is nagyon keveset tanítjuk a gyerekeket ilyen pénzügyi tudás elsajátítására. Kijön valaki az alapiskolából, gimnáziumból, fogalma sincs, hogy mi a különbség a kötvény meg a részvény között, meg hova kéne befektetni pénzt, meg mi történik vele. Nagyon keveset mondunk például egészséges életmódról a gyerekeknek, kritikus gondolkodásról, stratégiai gondolkodásról. Tehát próbáltam azért, vagy hogyan legyenek boldogok, mi azok a dolgok, amelyek valamennyire boldoggá teszik az embert. Tehát érdekes, hogy ezeket nem tanuljuk az iskolában, ezeket így valakinek sikerül, van, akinek elsajátítania. És próbáltam az ilyen kérdésekre is választ adni, de mindent lényegében a tudomány szemszögéből. Tehát ez mondjuk valamennyire korlátozta azért a fejezeteket, hogy minden a tudomány szemszögéből van. Tehát ha valaki ilyen kicsit spirituálisabb beállítottságú, akkor lehet, hogy még szeretne ott látni más dolgokat is, de én próbáltam arra korlátozni magamat, hogy olyan dolgok legyenek benne, ami a tudomány mai állása szerint így van. Lehet, hogy holnap már nem így lesz, de a mai elméletek alapján ez így működik. Nekem az volt az érzésem a fejezetek olvasása közben, hogy nagyon óvatos, amikor valamilyen kijelentést vagy megállapítást kell tenni, hogy a tudomány erről mit mond, vagy mit mondhatunk, mit tudhatunk, mi az, ami mondható, vagy ami ezen túlmutat, akár spirituális, vagy akár olyan értelemben, amely mondjuk a spekulatív rész, akkor ott a szerző az mindig visszahúzódott, hogy igyekezett csak a tényeken és a tudáson alapuló dolgokat megállapítani. Több nagy fejezet is elhangzott, meg kisebb is, akár az egészséges élet, tehát olyan is van, hogy hogyan növelhetjük meg az életünket, 10 évre hosszabbíthatjuk meg, mert hogyha valaki ezt elolvassa, akkor ezt is megtudhatja, hogy hogyan élhet tovább, vagy hogyan lehet boldogan az elégedett életről. És egy fejezet, ebben található az is, hogy hogyan hosszabbítsuk meg az életünket 10 évvel, de ami például engem meglepett, az nem, hogy a számok és formákról, vagy a matematikáról van egy külön fejezet, vagy akár a demokráciáról, de van egy ilyen, hogy ész és értelem, tehát hogy hogyan működik az emberi agy, a tudat, a lélek, szabad akarat, az ember mint társadalmi lény, az emberi viselkedésről, hogy ez például miért került be, mint hogyha egy kicsit a tudomány határa is mozgott volna néha.
Igen, hát ez már tényleg a tudomány határán van, tehát általában, hogyha ez így van, akkor azért próbálom a könyvben írni, hogy vannak más tudósok, akik kicsit más módon közelítik meg ezt a problémát, de hát szerintem kell írni azért a nagy kérdésekről is. Tehát, hogy mi az értelme az életnek, vagy miért... Például azok a fejezetek, ahol arról írunk, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk, az nagyon fontos megérteni, hogy hogyan működik az értelem és hogyan működik az agy. És hát szintén, amikor a technológiai fejezetről írunk, hogy hogyan tanulnak a gépek meg az algoritmusok, akkor nagyon fontos azt látni, hogy mi hogyan tanulunk, mert sokan félnek attól, hogy majd jönnek a robotok meg az algoritmusok, és akkor itt az embernek már semmilyen helye nem lesz a társadalomban, pedig egy ilyen dologtól nagyon-nagyon messze vagyunk, pontosan azért, mert a mi agyunk egész más alapokon, más algoritmusokon működik, mint azok a szuper algoritmusok, amelyek ma például megverik a legjobb sakkbajnokot. Ja, de még azt el akartam mondani, hogy azért ez nem volt úgy, hogy volt 100 fejezet, amiről írni akartam volna, és aztán azt lecsökkentettem 42-re, hanem volt ilyen, mindig ilyen 40 körül mozgott a dolog, és akkor jó, hát 42 persze, az a válasz mindenre, hát akkor legyen 42, és akkor mutattam a 42-t, és akkor mondták, túl sok benne a matematika. Kihúztak belőle kettőt, és akkor még kettőt meg kellett írnom újra a végén, hogy 42 legyen belőle. Tehát kettőt kihúztak, és kettőt újra írtam. Egy hely nyilatkozta is, és talán a könyvben is hivatkozik arra, hogy mennyire dühíti az, hogy egy olyan korban élünk, amikor rengeteg hoaxon körülöttünk, vagy hogy a tények, hogy korábban a vélemények álltak egymással szemben, ma pedig a tényeket is megkérdőjelezik, és a helyükre olyan dolgokat állítanak, amelyek mondjuk tudományos szempontból védhetetlenek, és hogy egy kicsit erre is reakció is város ez a könyv, hogy a tények és a tudományosság védelmébe mindazzal szemben, ami ma minket eláraszt, és ilyen hoax kategória. Ugye ezt hogy szemléli? Igen, ez is egyfajta motiváció volt, mert tényleg azt lehet látni, hogy mindenkinek a környezetében szerintem van valaki, aki itt eddig teljesen normális fickónak tartottunk, vagy lánynak tartottunk, és akkor most ilyen tiszta hülyeségeket posztol valahol, meg hisz ilyen minden baromságnak, amit én baromságnak mondok persze, de ő ezt másképp látja. És lényegében már a tényeket próbáljuk elferdíteni, már nem csak a véleményünk a tényekről más, ahogy írom a könyvben, hanem már mindenkinek van saját ténye. És ez mondjuk a gimnáziumban nem volt így, tehát minket úgy tanítottak mindenhol, hogy na ezek a tények, és akkor az így van, lehet rólad véleménye, de a tények ezek. És ez egy olyan világnézet, ami bennem megmaradt, és azt láttam, hogyha nagyon előre nyomul az a sötét oldal, akkor nekünk is valamit kéne tenni, és próbálni legalább egy milliméterrel arrébb tolni a beszélgetést, hogy mi próbáljuk legalább azt elmondani, hogy hogyan nézünk a világra. Tehát a gyerekek ne csak azt lássák, hogy mi van a másik oldalon. De ennek ellenére a könyv ez például olyan fejezeteket is tartalmaz, hogy hogyan lehet valakivel kultiváltabb módon nem egyet érteni. Tehát ez nem arról szól, hogy azok a hülyék, mi meg tudjuk az igazat, hanem a könyv arra is utal, hogy igen, ez egy másfajta világnézet, de próbáljuk megérteni a másik oldalt is, és hogyan lehet például kritikusan gondolkodni, vagy hogyan próbáljuk magunkat ne bezárni egy buborékba a világhálón, ahol mindig csak ugyanazokat a dolgokat halljuk, ugyanazokat a véleményeket. Tehát azért
Annak ellenére, hogy tényleg nagyon határozott az a világnézet, azért próbál nyitni valamennyire, hogy nem szabad elzárkózni egy ilyen világnézettel sem a többiektől. Uh-huh. Ez, van egy külön fejezet az emberi természetről, az agyról, tehát azért, hogyha ezt megnézzük tudományosan, akkor kiderül, hogy nem mindenki racionális, vagy nem mindenkiben egyforma igény van valami fajta racionális gondolkodásra, meg akik magukról azt hiszik, hogy mindig nagyon racionálisak, azokról is kiderül, hogy nem mindig olyan racionálisak. Ez még rám is igaz. Ezt mondjuk nem hiszem, mert... A könyv nyelvezetére szeretnék még rákérdezni, hogy már a korábban megjelent trilógiában is egy ilyen nagyon olvasmányos, esszéistikus nyelven tudott megszólalni, ami nem egy ilyen száraz tudományos tanulmányban megszokott nyelv, amiket egyébként szintén publikál, hogy honnét jön ez a fajta íráskészség. Ráadásul ugye szlovákul, és amennyire én tudok, meg olvasok szlovákul, tehát egy nagyon, nagyon élvezhető nyelven, ami mondjuk a hasonlataiban, a metaforáiban, a mondatfűzésében is jelen van a könyvnek. Minden fejezethez a könyv végén van egy ajánlott szakirodalmi lista, hogyha valaki úgy gondolja, hogy még jobban el akar mélyedni az adott témakörben, akkor megteheti. Ennek mondjuk több mint a 90%-a angol, megmondom, akkor a szakirodalmat azt angolul olvasta. Most pedig nagyon jól beszélgetünk erről magyarul. Tehát van egy ilyen nyelvek közötti közlekedés is, hogy magyarul beszélgetünk róla, szlovákul írodott a könyv, az, amiből esetleg a tudás szerezte könyvek, azok pedig angolul írottak, hogy ez hogy alakult így, és honnét van ez az íráskészség, hogy mondjuk akár három nyelven is képes erre. Hát ezt nem tudom, tehát valószínűleg van érzékem valamennyire a nyelvekhez. Az igaz, hogy tényleg 95%-át a dolgoknak én mindig angolul olvasom. És ez azért is van, mert ott jönnek ki először a könyvek, és amíg valaki... Most már azért a fordítás is elég, tehát már nem kell várni 2-3 évet, most már tényleg néha hetekben, hónapokban tart, hogy jön a fordítás is. De valahogy megszoktam ezeket a dolgokat. Ennek annyi hátránya volt, hogy amikor aztán bevittem a kéziratot, akkor azt visszakaptam, és a Word-ben, a MS Word-ben van az a funkció, hogy track changes, hogy megnézni a változásokat benne, és az tele volt pirossal, az egész szöveg, az minden piros volt, de például nem ilyen szakmai dolgok miatt, meg nem is a stílus miatt, hanem amiatt, hogy, és szerintem ez is hozzáadott a könyvhöz, hogy a szerkesztő, Monika Kompanyikova, aki hát az egyik most a legismertebb szerző Szlovákiában, de ő szép irodalmat ír, és ő átírt minden mondatot, ilyen szak, már nem a jelentését a mondatnak, hanem csak az, hogy milyen sorrendben, a szósorrendet írta át, hogy legyen ennek inkább ilyen olyan szósorrendje, amivel az emberek maguk között beszélnek, és ne legyen ennek ilyen gazdasági vagy tudományos sorrendje. És ez is szerintem sokat segített a könyvön. Hogyha minden jól megy, mert hát azért kiadót a pénz is érdekli, és hát a piac itt mondjuk nem akkora nagy Dél-Szlovákiában, de hogyha sikerül, akkor lehet, hogy lesz majd egy magyar fordítása is a könyvnek, amiben persze majd én is azért beleírok még más dolgokat, de hát ehhez majd keresni kell a fordítót is, meg valami támogatást, hogy ezen a kisebb piacon is ezt el tudjuk hozni. De hát úgy voltam vele, hogy a kutya se veszi meg ezt a könyvet, tehát akkor nem gondolkoztam ezen a fordításon.
De most már elég sokat, az utóbbi időben sokat gondolkodok rajta, és lehet, hogy belevágok, és csinálunk egy magyar fordítást is. Bólogattak is a közönség soha, hogy volt ebben, hogy érdeklődj, hogy már pár vevőt. Tehát legalább 10 vevőt már látok, igen. Igen. Meg én tőkét bevegyek a komáromi titrókönyvesboltba, és a Dénessel szoktam beszélgetni arról, hogy mit vásárolnak a komárom, meg én úgy érdekel, mit olvasnak, ez nem reprezentatív, de szeretünk erről beszélgetni. És azt mondta nekem, hogy nagyon sok olvasó jött be, és erre a könyvre bökött, hogy lesz-e magyarul, ezt kérdezték tőle. Hát lehet, hogy van igény, és nem csak Dél-Szlovákia, ott a magyarországi könyvpiac is. Bár ott nem tudom, hogy egy ilyen típusú könyv, tehát a tudomány népszerűsítő könyvek mennyire sikeresek, de tudok olyan könyvekről, amelyek sikeresek. Nyilván itt a szerzői név is segíti az eladást, tehát egy magyar piacon ezt máshogy lehetne bevezetni, de ez jó hír, hogy ilyen fordítás esetleg magyaron kívül más nyelven merült fel, hogy... Még az angol nyelv merült fel, pont nemrég voltam Kassán, és van ott egy ilyen profi angol fordító, aki az elveszett paradicsomot, meg ilyen dolgokat fordít, és ő olvasta, és mondta, hogy hát szerinte ezt érdemes angolra is fordítani, hogy ő nem csinál ilyesfajta fordítást, de lehet, hogy keres majd valakit, aki esetleg angolra is lefordítja. De ezen kívül még, mivel hogy az N-nek van egy csehországi változata is, akkor ott is mondták, hogy lehet, hogy cseh nyelvre is le kéne fordítani, de hát nem tudom, hogy fogalmam sincs, hogy ezeknek mennyire lehet piaca, vagy mennyire nem, de legalább mondom, hogy ezt a egy pár 10-100 darabot magyarra, hogyha megcsináljuk, akkor legalább itt Komáromba pár darabot el lehet belőle adni. Azért is vagyok itt. Lepleződtünk. A tudomány népszerűsítő szerzők között vannak-e kedvencei vagy példaképei, akiket szívesen olvas, vagy akiktől esetleg így tanult is egy-két trükköt, vagy valamit elesett, hogy hogyan lehet nagyon bonyolult dolgokról mégis élvezetesen beszélni? Igen, szerintem ebből is adódik valamennyire az, hogy le tudtam írni ezt a könyvet úgy, ahogy írtam, mert nagyon szeretek jó pár olyan profi szerzőt, aki nagyon egyszerűen tud írni, főleg angolul a bonyolult dolgokról, de én nagyon szeretem Mérő Lacit, aki hát magyarul ír, rengeteg könyve van, és még az osztályfőnök nőm, amikor egyszer találkozott velem valahol Pozsonyban, és mondta, hogy akkor biztos vegyem meg ezt a Mérő László könyvet, Mindenki másképp egyforma, az volt a címe, és szerintem nagyon hasonló a stílusunk. Azóta sokszor találkoztam Mérő Lacival, tehát jó barátok vagyunk. Ő mondjuk azt mondta, hogy nem lehet 42 dologról írni, mert nincs olyan, ami 42, tehát ő azért azt mondta, hogy nem biztos, hogy bele kell vágni ebbe a dologba, de szerintem ő nagyon-nagyon profi ilyen dolgokban, és az angolok közül hát van ez a Sean Carroll, Malcolm Gladwell, ezt meg lehet találni, ezeket a szerzőket hátul, és ők annyira egyszerűen tudják elmagyarázni a dolgokat, hogy az szinte meglep néha. És hát ezekből is nagyon sokat tanulhat az ember, hogy ha valami nagyon bonyolult, akkor inkább rövidebb mondatok, inkább egyszerre csak egy dolgot magyarázzon az ember. Tehát lehet belőle tanulni. Szerintem tanultam is tőlük valamennyire. Mielőtt a harmadik blokkot megnyitnánk, ami mondjuk így a könyvekről szól, és már tulajdonképpen el is kezdtük. Most egy kicsit beszélnék két kérdés erejéig így a könyvből. Az első kérdés az arra vonatkozik, hogy miközben ezt a sok mindent tudja, amit leírt, és közgazdászként tanácsokat adott politikusoknak, hogy mennyire, milyen tapasztalatai vannak így az elmúlt sok év során, hogy
mennyire könnyű őket meggyőzni, örül-e, amikor sikerül valamilyen eredményt elérni, és mennyire csalódott, amikor valamifajta politikai akarat vagy cél felülírja a szakmai szempontokat. Hát valószínűleg nem lennék 20 éve a gazdaságpolitika mellett, mögött, előtt, bárhol, hogyha nem lettek volna olyan epizódusok, amikor tényleg meg lehetett reformálni a gazdaság egy részét. És hát az, hogy sikerült 5-6 dologban valamit elérni, az mindig nagyon pozitív volt. És eleinte úgy nagyon bántott, hogyha valami másképpen alakult. Mostanra már valahogy hozzászoktam, mert hát az utóbbi időben sok minden nem történt, és már saját magam is így gondolkodok róla, hogy lehet, hogy vissza kéne menni aztán a privát szférába, mert egyelőre nincs meg az a motiváció, hogy miért kéne tovább ilyen ezeken a témákon gondolkodni, hogyha nincs meg az az erő, ami azt bevezetné. Tehát van egy-két kollégám, aki például elment politikusnak éppen ezért, mert látta, hogy a szakmai szinten nem tudott már tovább lépni, és akkor belépett a politikába. Ezek azért nem voltak olyan sikertörténetek, többnél. Igen. Egy-két névre így gondolok, akik úgy... Igen, egyiknél sem volt sikertörténet, de most megint van egy... Akivel például az értéket a pénzért csináltuk, Kis Pista, és akkor ő most elment a progresszívekhez, és ott próbálkozik majd valamivel. Nem tudom, engem soha a politika valahogy nem vonzott. Nem is kerestek meg? De hát azért az mindig volt, hogy... De aztán most már tudják, hogy hiába jönnek, tehát most már leszoktak erről. Nem tette, hogy most nincs olyan kihívás, ami ott, abban a közegben tartaná, ahol jelenleg van. Egyetlen egy ilyen aktuál kérdés, amely ugye nagyon jelenre vonatkozik és mindannyiunkat érint, hogy nem látszanak esetleg egy olyan válságnak a kontúrjai, amelyek az egy csomó kihívást is hoznak. Ugye rengeteg olyan dolog történik körülöttünk, amelyek összeadódva akár egy jelennek meg cikkekben, tehát nem én mondom, hogy nagyobb válságot is hozhatnak, akár egy 2008-as típusú válságot is magukkal hozhatnak. A magas infláció, az energiárak, a szomszédban a háború, egyéb más kihívások a környező országokban, a valutahelyzet, amely bizonytalan lehet, és így tovább. Tehát, hogy ezeknek mind egy ilyen együttes hatásuk lehet olyan, hogy esetleg új kihívásokat hozzanak? Hát az elmúlt 15 évben volt 4 olyan válság, ami 100 évente egyszer történik, tehát nekünk szerencsénk van, hogy ebben az időszakban élünk, amikor 4 ilyen 100 éves válságot megélünk. Sajnos vannak olyan, éppen ez a probléma, hogy tényleg annyira komplex a világgazdaság, hogy nagyon nehéz előre jelezni, hogy mi fog történni. De hogyha hiszünk azoknak a modelleknek, elméleteknek, gazdasági történelemnek, akkor biztos, hogy jön egy nehezebb időszak, de egyelőre nem látni egy ilyen nagyon nagy válság kontúrjait az elkövetkező 2-3 évben. Tehát történni kéne még valaminek, ami tényleg aztán romba dönti az egyes országok gazdaságát. Ami látható és problémát fog okozni majd, az az országok eladósodása. Mivel a sok válság az mindig arra kényszerítette az országokat, hogy ezt próbálják a költségvetésen keresztül orvosolni, és akkor mindig följebb ment az adósság, és ezt egy ponton aztán nagyon nehéz kezelni. Soha nem tudjuk, mikor jön az a pont. Én azon voltam mindig ilyen nagyon fiskális, konzervatív, amikor ajatollaknak is neveztek például az előző pénzügyminiszter, mert én mindig azt mondtam, hogy a legjobb biztosítás egy kis ország számára az, hogyha
nincs egy nagyon magas államadóssága, mert akkor bármilyen sok kéri a gazdaság, még mindig tud segíteni a gazdaságnak. Most már ezt kihasználtuk valamennyire, ezt a teret, ami a rendelkezésünkre állt, és hát most már nehezebb időszak jöhet egy ilyen szempontból. Tehát nincs kizárva egy nagyobb válság, de kell még valami hozzá, kell még egy esemény, egy sokk, ami ezt kiváltja. A mostani sokkok azt mutatják, hogy igen, jön egy nehezebb időszak, de nem olyan, mint amilyen a 2008-as-9-es válság volt. Ez megnyugtató. Akkor megyünk tovább. Szóval a harmadik blokk az olvasásról szól, könyvtárban vagyunk, könyvről beszélgetünk, és már a könyvben feltüntetett szakirodalom is mutatja, hogy rengeteg időt töltött könyvek olvasásával. Most ráadásul ugye egy olyan időszakban vagyunk, karácsony előtt, amikor mindenki több könyvet vásárol, mint az év más időszakában, talán egy kicsit több ideje is lesz olvasni majd az elkövetkező időben. Ön milyen olvasó, mikor van ideje ennyit olvasni, és szokott-e szép irodalmat is olvasni a szakirodalom mellett? Ha igen, akkor mit, és miért fontos mondjuk szép irodalmat olvasni szerintem? Ez most ilyen 4-5 kérdés van. Igen, majd itt próbálok visszaemlékezni a kérdésekre, de én nagyon fura olvasó vagyok, tehát én nem szoktam szép irodalmat olvasni, jóformán semmit. Néha verseket olvasok, mert az rövid és érdekes, tehát azt... De azért vannak ilyen szép irodalmi utalások a könyvben, vagy egy-kettő, hogy azért... Jó, hát gimnáziumban jártam, ott az Illus az belénk verte, hogy mely könyveket kell elolvasni, úgyhogy azért ezen átmentem valamennyire, de én amikor időm van, akkor szeretek olyan dolgokról olvasni, amelyek számomra érdekesek, de már nem kötődnek a szakmámhoz. Ezért például sokat a technológia, fizika, akár biológia, és ilyen dolgokról rengeteg könyvet olvasok, és hogyha esetleg más hangulatom van, akkor inkább filmet szeretek nézni, tehát inkább valamilyen ilyen klasszikus filmet, vagy amelynek mondani valója van. De amikor olvasok, akkor általában ilyen ismeretterjesztő, tudományos dolgokat szeretek olvasni, tehát még a tenger mellett is ott is mindig valamilyen hülyeségeket olvasok, semmi szép irodalmat. Nem tudom miért, például a lányom az teljesen más, az most olvasta Goethét, vagy mit, Faustot, vagy mit olvasott eredeti németbe, hát mondom, ez nem. De hát én mondjuk valamennyire, nekem kötődnöm kell ehhez a tudományos világnézethez, és mondjuk az, hogy érdekes gondolatok és érzések legyenek, akármilyen tények vagy tudomány nélkül, nekem arra a vers is jó. Tehát valahogy így próbálom kompenzálni a dolgokat. És versekből aztán jöhet bármi, tényleg a klasszikus, akár Ady Endre versek is jöhetnek, vagy akár angolul is, ha olvasok verseket, vagy görög eposzok, bármi. Tehát abból jöhet bármi. A verseket említettem, bő egy órája beszélgetünk. Az elején utaltam arra, hogy lesz egy meglepetés a végén. Én megkérném azt, aki a technikát kezeli, hogy állítsa le.